Dunamegyet és környékét, a természet, az ember, a táj harmóniája, a tó ezer arca, a csend és a nyugalom jellemzi. Pihenést, nyugalmat ígér szépségével. Október ide vagy oda, mi ellátogattunk az önkormányzat által üzemeltetett strandra, amely egész évben látogatható. A vízhez közel érve hattyúk és vadkacsák fogadtak minket. Itt torkollik a Burnót patak a Balatonba, hogy a Káli medencében felszedett homokot lerakja. A Szent Orbán vendégház ékes környezetben, a Badacsonybor régióban, a magasból figyeli a Balaton. A szálláshely már várt ránk, így felkerekedtünk. Az útirányunk Ábrahámhegy északi részén fekvő Szilvádi hegy volt. Üljetek be mögénk, tartsatok velünk ezen az utazáson! Két napra érkeztünk, hogy kipróbáljuk és megmutassuk, miért jó itt pihenni, kikapcsolódni és a táj már az idő kezdete óta otthona a szőlőnek és a bornak. Példásan rendezett szőlőültetvények és a magyar tenger panorámája kísér minket utunkon. Ahogy közeledünk, a vadregényes táj által olyan érzésünk támad, mintha már is visszavonulót fújnánk a világ zajától. A tulajdonos már vár ránk, a kulcssal és némi információval. Majd amikor magunkra maradtunk, a hely varázsától szinte azonnal ámulatba estünk. Ó, ezt a beszélünk a fényet. Nagyon szép, wow, milyen állat. Wow! Hogy ez ilyen kilátása. Aztán. Sok partot látni innen. Hát mostó. Zuhányzó. És akkor fent volna a mi szobánk. Elméletileg. Illetve amit választhatunk. Egy, kettő, és három. És elméletileg a panoráma miatt a Balaton fele néző szobát kaptuk. Kaphatjuk, ha ezt választjuk. Wow! Nagyon szuper! És hát itt is a kilátás, hát ez zseniális. Azért erre ébredni. És arra kell fel a nap, ugye? Igen. Igen, úgy mondta a tulajdonos, hogy arra. És? Ezzel van biztosítva a fűtés. Így van. 22 fokra van állítva. És itt hagyta a tápszabályzót, hogyha valaki fázik, vagy melege van, az nyilván akkor fogja tudni magának ezt állítani. Nézzünk be a másik szobánkba is, jó? Nagyon kis kedves. Az erdőre néz. Na, ilyen falvédőt is így kell lehet látni már, nem? Igen, igen. És tényleg. Wow. És hát szintén. Erdőre néz. Az erdőre néző.
Nagyon szuper! Te már nem döntöttem el. Szerintem én is. Amikor ennek a bejárata nem minden van. Nem minden van a bejárata, így van, mehetünk volna onnan is, csak most azért, mert választhatunk, azért kaptuk meg a kulcsot, de egyébként ez nincs nyitva. Illetve gondolom, hogy ha esetleg egy nagyobb család jön, akkor... Akkor átjárhatunk, ez a lényeg. Ez micsoda hangulatos, mi? Van neki egy ilyen régi borospince jellege, de mégis egy ilyen otthon. Kávéfőző, lábasok, edények. Ó, kérem szépen, tányérok is vannak. Több felszerelt konyha gyakorlatilag, ugye? Evőeszközök, így van. Szuper! Ó, szóval a régi vasalkó. És mondjuk azért innen elfogyasztani a reggelit. Na nézzük. Kitárt ablaknál. Igen, és akkor ennek az apartmannak itt lenne a bejárat. Így van, itt is van. Igen, és akkor háttérben a Balaton, itt meg a szőlő. Akkor az van. Kényelmes! Akkor az van kihúzva. Nagyon. Ez igen, ez van kihúzva és két személyes ágyá alakítva. Nagyszerű. Nagyon kedves. Bájos. Nagyon szuper. Fürdőszoba. Jó, és akkor itt is van egy zuhanyzó. Zuhanyzó WC. WC. Nagyon jó, baba fürdető kár egyébként. Tudod, mi volt a legszebb az egészben? Hogy amikor felébredtem, akkor sajnos te már nem voltál mellettem, lent voltál. Kávét csináltam. Ja, kávét? Magannak egyet. Na, szóval kitártam az ablakot, és
és kinéztem. Hát azt a látvány, hogy az... Igen, igen, jó indítás volt, hogy, hogy rendkívül tiszta volt a szoba, az ágynemű, semmiféle aggály nem volt, hogy... Igaz? Vasalt volt az ágynemű. Vasalt, igen. Szerintem egy ilyen nagyon fontos, hogy a képe sem merüljön fel, hogy az tisztátalan. Valóban így van tényleg. Még a lepedő is, minden vasalt volt. A kis párnahúzat is. Szerintem ház. Nézd, ott a kapuja. Lent vagy. Lent a kapuja. Ott meg az egy irányító tárla. Ja. Szerintem. Nincs tápcsőünk. De van tápcső. Ott. Figyelj csak, mert ezt ki is hozom most. Van tápcső. Van tápcső képzeled. Nem áll, te. Wow, de jó. De az van. Belépünk. Ezt láttam a táskát, csak nem nyúltam hozzá nyilván. Erdei fogár műhely. Micsoda? Ilyeneket olvasol rajta? Édes jó Lajosom, nem iszod a teádat? Nem ittam a teámat, nem de ízlik. Most. De nagyon finom egyébként, elfelejtettem, mert tudja maga, milyen vagyok. Jó, ezt összecsomagoljuk. Itt találtam ezt a teát. És ugye azt mondta a tulajdonos tegnap, hogy ami itt van a vendégházban, ehető, iható, az nyugodtan, igen, nyugodtan fogyasszunk. Ejtőzünk egyet, négy evés után? Ejtőzünk. Jó. Aztán kitaláljuk a mai programot. Mm-hmm. Kitalálod? Én. Közösen. Menjünk, ücsörögjünk ott egy kicsit, mit szólsz hozzá, ez egy elég jó ejtőzés, nem? Szerintem húzzunk kirándulni. Engem ez érdekel. Kérem a távirányítót. Nem tudom, hol van, nem adom. Akkor... Nincs tévé. Megyünk. De nincs nyár, nem tudunk fürdeni a Balatonba. Hát nem is kell fürdeni. Elmegyünk, itt a közelben van egy turista út. Mici, megmaszírozom a lábadat utána. Tehát akkor most elindulunk kirándulni, én megszerveztem mindent. Nyugi. Biztos? Persze, hogy jó, mert nem túl alaposan, de megszerveztem mindent. De nagyon jó filmet hagytam ott, illetve természetfilmet. Menjünk arra, szerintem. Menjünk. Ó, tudom, szőlőtőkéken. Menjünk már be. Bele. Hát te füvesíted, de hát... Na, gyere, gyere már. Gyere. Nagyon jó. Nagyon... Oda. Oda mész. Hagytak rajt. Igen. Hagytak rajt. De várj. Túl annyit fog ehhez szólni. Szerintem semmit. Azt mondta, hogy amit itt a vendégházban ennéni való találunk, azt mindegy. Szerintem ezt tartsuk titokban. Jó, nagyon látványos. Gyönyörű, tehát tényleg. Na, induljunk! Induljunk! Én nem tudok menni. Na, majd én segítek. Nem. Adjétek ezt. Nem. Nem. Na jó. Kicsit. Nem. Arról beszéltünk, hogy hová megyünk. Én úgy tudom, hogy ha itt elmegyünk jobbra, a vendégháztól, nem itt a nagy kapun. Húzzál van. Slőni lányosság. De jó, nézd, még a tábla is szőlő. Nagyon jó. Nagyon jó. Szóval, hogyha itt elmegyünk jobbra, akkor ez egy turista útvonal. Amúgy, igen, ez egy turista útvonal, azt piros jelzés. Itt nem élesen jobbra kell menni, és nem is balra. Nem, ahol az autó. Egyébként az a Bogár műhely, az Bognár műhely volt, amit olvastam. Nagyon-nagyon jó hangulata van. Nagyon szép időnk van annak ellenére, hogy október van.
Ábrahám hegyhez közel, a falu melletti erdővölgyében megbújó kedvelt kiránduló és pihenőhely, a 12. századi pálos kolostor romjaihoz tettünk látogatást. Kellemes sétával érhető el a vendégháztól. Útközben a természet sok csodával ajándékozott meg minket. Magával ragadott a hely nyugalma, történelmi jelentőségének tényleg. Azonban mi sajnos az itt tartózkodásunk végéhez értünk. Szívesen töltöttünk volna még el itt egy pár napot, hisz látnivalókból és pihenésből akadna még itt. Hazafelé, a szomszédos Salföld település határában megálltunk kicsit, és körbejártuk a kakukkfűvel, borókással tarkított kőtengert, ami a Pannon-tenger ajzatának máig is itt látható maradványa. A kövek megőrizték az egykori élőlények, csigák, kagylók, elmeszesedett maradványait. Tettünk a faluban egy karikát, ami többségében eredeti formájában újjáépített, parasztházas utcácskáival olyan, mint a mesékben. Itt található a Balatonfelvidéki Nemzeti Park őshonos állatokat bemutató majorsága is, de oda mi már nem mentünk be. Hát, kedves látogató, gyanítom, hogy most már ez a szálláshely éppen rád vár.